Harmadszor módosult idén a tartományi költségvetés, ami most a kezdeti 75 milliárd helyett 82,5 milliárd dinárt tesz ki. A 9%-os növekedés a nyereségadóból származó bevételekből ered. A 800 millió dináros többletet a Kamenica 3 építésébe és felszerelésébe fektetik. Erre azért van szükség, egyrészt mert hogy az egészségügybe befektetni nagyon fontos, a központ elkészülésével a várakozási idők a kezelések számára is jelentősen le fog csökkenni. A tartományi mezőgazdasági vízgazdálkodási és erdészeti titkárság költségvetése is 390 millió dinárral bővült. Ezt a Vajdaság Vizei Közvállalat vízgazdálkodási és vízvédelmi programjára fordítják. Na taj način omogućava se ulaganje u projekte koji se odnose na utvrđivanje pre svega tih zaštitnih vodnih objekata, odnosno za zaštitu i komunalne infrastrukture i imovine građana i naravno za ne daj Bože njihovih života od eventualnih poplava ili već ono sve što bi moglo da se desi. Az ellenzék nem szavazta meg a költségvetés módosítását. Támogatják az egészségügy fejlesztését, de elégedetlenek a teljes költségvetés szerkezetével, jellegével. Mi smo insistirali od samog starta da se izgradnja objekta Kamenice 3 isključivo finansira iz tekućih prihoda budžeta, na taj način što bi se uštede napravile time što bi se odustalo od nepotrebnih i promašenih programa i projekata kojih je budžet autonomne pokrajine Vojvodine pun i da se jednim delom konkuriše za sredstva kod republičke vlade. A képviselők elfogadták a Vajdasági Garancia Alap és a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap működéséről szóló jelentéseket is. Utóbbi a kis és közepes szintű gazdaságoknak nyújt támogatást. A természetes személyek közében 80 ilyen sikeres pályázat tudott 2020-ban bejönni, amelynek több mint fele meg is valósult, ez összesen 155,2 millió dinárt jelent egész Vajdaság autonóm tartomány területén. Többségi szavazattal elfogadták a Törökbecse melletti Tiszai gát bővítését is, a Magyarországgal folytatott kereskedelem növelése érdekében.